Jó estét kívánok! Elnézést kérek, a technikus kollégát nem avattuk be, hogy én itt most beszélni fogok zene közben. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy beadta a hangot. A színpadon ma este a Balanceville Group. Nagyon örülünk, hogy eljöttek, időszakítottak ránk ebben a vírusos időszakban, és hadd mutassam be a zenekart. Mihalovics Dávid, basszusgitár. Gátai Tamás, dobok. Dorogi Ákos, billentyűs hangszerek. És jó magam, Szili Róbert. Nagyon szépen köszönjük, első dalunk címe Dr. Woodpecker volt, azaz Harkály doktor. És ahogy a koncertet a hirdetésekben is láthatták, ez egy lemezbemutató koncert, amihez sajnos lemez nem társul. Szerettük volna erre a koncertre, hogyha el tudtuk volna hozni korong formájában is, de a nyomdát is lenyomta a Covid. Úgyhogy ez így most elmaradt, viszont az album és egyébként az előző albumunk is az internetes portálokon mindenhol megtalálható, ahonnan ugye zenét szoktunk letölteni, legyen az iTunes, Deezer, YouTube, stb. Tehát ott nyugodtan keressék, a lemez címe Pane of Glass, és idén nyáron
sikerült megjelentetnünk július 11-én egészen pontosan. Úgyhogy folytatjuk a sort erről a lemezről, a következő dalunk címe Blues for Dan, ami Ákos szerzeménye, és a kisfiának szól a dal, aki egyébként itt ül az első sorban. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Zenekarunkról annyit érdemes tudni, hogy instrumentális jazzt játszik, fúziós jazzt, de ezt szerintem el is olvasták már a beharangozókba. A szerzemények mind sajátok. Jelen lemezt hárman jegyezzük, Ákos, Dávid és én. Most egyébként egy Dávid szerzemény fog következni, a Slap the World című. És nem is mondanék ezt többet, mert szalad az idő. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Ez a dal egyébként a Dávid tollából származik, ahogy már írtam, és ez egy olyan ihletésű szám, amit egy könyv elolvasása után sikeredett megírni, mégpedig ez a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosának, Flea-nek a életrajzi könyve volt. Ezt Dávid elolvasta, és egy ilyen dallam jutott eszébe. De most nézzük, mi jutott eszébe Ákosnak a saját családjáról. A romantikus ember, a következő dal címe Lindala. Ki lehet találni, kinek a dala? Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Tehát a dal címe Lindala volt. Egyébként a YouTube-on van ennek egy videó verziója, amit még ilyen karanténosan csináltunk. Mert ugye tavaly mindenki emlékszik rá, hogy volt egy időszak, amikor nem nagyon lehetett menni sehova. Aztán később kicsit lehetett menni, mondjuk 8-ig. Nagyon rohantunk a stúdiózással, mert haza kellett érni. Na hát abban az időszakban készítettünk erről egy olyan videót, amit mindenki otthon vett föl, és aztán szépen egy képernyőre tettük, úgyhogy azt meg lehet tekinteni. A zenekarról még annyit. Hát ezek ilyen érdekes dolgok. Kiváló esőcsináló zenekar vagyunk. Ez nem teljesen tartozik a műfajunkhoz, de igen, van, aki ott volt. Kérem szépen például Siófokon. Azt hiszem az év egyik legnagyobb viharát éltük meg a szabadtéri színpadon. Úgyhogy mikor a városba kijutottunk az épület fogságából, magunk is elcsodálkoztunk, hogy mi ment keresztül a városon. Na hát hasonlót aztán mi többször is tudtunk produkálni. Egyszer ki is írtam a Facebookra, hogy professzionális esőcsinálást vállalunk. Hogy ennek azért megfeleljünk, a biztonság kedvéért ma is esik. Az előző hetekben nem esett, ezt csak úgy mondom. Nem jó nevet adtunk magunknak, tényleg. A következő dal a most idén megjelent albumnak a címadó dal lesz, a címe Pane of Glass. Thank you.
Köszönjük szépen, Pane of Glass. Szerénységem szerzeménye, de ezt csak azért mondom így be, mert azonnal a következő dal már nem az enyém lesz, hanem Ákosé. Nem Ákosé lesz. Dávidé lesz. Kisorsoljuk. Remembering. Amikor a Dávidtól megkaptam a kottákat, akkor ő nagyon korrektül szépen lekottázta a számokat, és az volt a cím, hogy Remembering Guitar. És én rendesen azt hittem, hogy ez a címe a dalnak. Aztán volt egy másik dala is, aminek szintén Struggle Guitar. Minden gitáros, hát végül is minden gitár a címe. Aztán végül így jöttem le a Jazzy Rádióba is, és múltkor, mikor a vendége voltam Bokros Lacinak, akkor ezt megbeszéltük, hogy az azért volt gitár, mert én vagyok a gitáros, és nekem adta a kottát a Dávid, úgyhogy a gitárt azóta levágtuk róla. Maradt a Remembering, és maradt a Struggle. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Gondoltam elsőtől ezt a viccet, hogy nagyon sok ismerős arcot látok itt, rengeteg ilyen maszkot láttam már. Aki közelebbről ismer, az nagyon jól tudja, hogy az arcmemóriám az hát, gyenge, mondjuk így itt a lányom szokta mondani, hogy fél mikor fodrásznál, vagy utána nem ismerem meg. Hát a maszk az nem könnyíti meg a dolgomat, úgyhogy erősen figyelek, de azért látom, hogy vannak itt ismerősök a sorok között, úgyhogy nagyon örülök nekik, hogy eljöttek, és természetesen a nem ismerősöknek is. A koncertünk első fele lassacskán véget ér, két nagyobb részre osztjuk, nem tartunk szünetet, csak szerkezetileg mondom. Egy olyan dal következik most, ami egy ilyen karácsonyi hangulatú dal. Ezt még nem játszottuk koncerten, azt hiszem sehol, jól mondom? De ezen az új albumon rajta van, a címe Winter's Tale. És hogy utána mi következik, azt utána fogom elmondani. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, a dal címe Winter Stale volt, és következzék egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedves vendégünk, akit hirdettünk is, László Attila. Fogadják sok szeretettel! László Attila nekünk tulajdonképpen tanárunk volt, mindannyian a jazz tanszakon végeztünk, nem teljesen egyszerre, de így úgy. Példaképünk, és tulajdonképpen egy olyan szál is van, Ákosék, édesapjával egyetemben kaposváriak, ahogy Attila is kaposvári származású, sőt, jobbat mondok, ugyanabban a gimnáziumban jártunk, a kaposvári Táncsics Mihály gimnáziumban, nem teljesen egyszerre, ez igaz, de az egy nagyon-nagyon jó kis iskola volt, úgyhogy Attilát köszönhetjük a színpadon, és innentől kezdve végig a színpadon lesz, és vegyesbe fogunk játszani a mi dalainkból, illetve az övéiből is. Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a MOM kupola termében. Egész különleges visszhang van. Szerintem ez a fürdőkben, Lukács fürdő, Velibej, ott van hasonló. Mindenesetre ad egy olyan hangzást, amit hangmérnökök keresnek a gépeken, úgyhogy ez is egy különleges alkalom, hogy ilyen térben tudunk játszani. Nagyon örülök, hogy ezt a mai estét együtt töltjük, és a zenész kollégákkal, most már barátokkal, annak idején valóban hát ilyen 18-20 év körül kerültek oda az iskolába, és nagy élmény, hogy annyi év után most egy színpadon játszunk egymás dalait, vagy egymás számait játszuk el. Ez a szám, ami most következik, az a címe egy Ballet a Holdon, Ballet on the Moon, és ez valamikor olyan 86 körül készült, fogadják szeretettel. Thank you.
László Attila a színpadon. És akkor itt este kicsit vegyítünk. A következő dal a mi műsorunkból, a legutóbbi albumunkról származik, a címe Struggle.
Tanár úr, most
zenekar a gyakorlaton megfedne, mert tulajdonképpen nem csak az arcmemóriám rossz, hanem minden téren. Ugyanis a beállásban megbeszéltük, hogy pont fordítva fogunk szólózni, és ez gyakorlatilag abban a pillanatban jutott eszembe, amikor már rég túl voltunk ezen a történeten. Attila szerzeménye következik, Sons of My Heart. Egyébként a dalokat így közösen válogattuk, mindenkinek volt kedvence. Ezt például a Dávid hozta föl példának ezt a dalt. Úgyhogy következzék. Ez a dal több lemezen is szerepel. Az egyik László Attila Band lemezen először. Ott Olá Kálmán zongorázott, gyönyörű vokál volt, Szolnoki Peti, Kunovics Kati, Tisza Bea, ez egy vokál verzió volt belőle. A cím az, hogy Sons of My Heart, tehát a szívem hangjai, és az alapötletet ebben az úgynevezett groove-os zenében, amit Ákosék is játszanak, az egy ilyen ismétlődő ritmusra alapul a legtöbb szám, ahogy eddig is hallottuk, és ezután is fogjuk a mai este. Ennek a ismétlődő ritmusnak az alapját pedig egy szívdobbanás adta a lemezen. Tehát azóta dob helyett. Aztán készült belőle egy másik változat, Amerikában vettük föl a Yellow Jackets együttes kiválóságaival és Németh Ferenc magyar származású dobossal. Russell Ferrante zongorázott, Jimmy Heslip, ezek ismert ilyen jazz rock muzsikusok. És hát nagy élmény volt, mert ez egy ilyen válaszolgatós, a két szólista válaszolgat egymásnak, és egy kicsit, hogy mondjam, izgultam, kíváncsi voltam, hogy első találkozás után már mindjárt másnap mentünk stúdióba, hogy hogy fog ez történni. Hát jelenthetem szeretettel, hogy itt nincsenek országhatárok, tehát ez igazából, hogyha figyeli egymást két muzsikus, akkor összejöhet valami olyan, ahol kapcsolódnak ezek a dolgok. Tulajdonképpen ez a szám ezért is íródott egy kicsit. Tehát következik a Sons of My Heart. Thank you.
Jákos, aki a következő dal lesz, a címe Danik Szír, ez is a friss lemezünk, hiszen ez egész egy lemez bemutató, plusz még az Attila dalai. Családi vonatkozás ismét, ugye Danik Szír, a kisfiát úgy hívják, hogy Dani, igaz? Igen. Úgyhogy ez alkalomból eljátszuk a Danik Szír című dal. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Most egy olyan dal következik Attilától, ami viszont az én választásom volt. Addig ütöttem a vasat, míg keresztül nem vittem.
Ez a napozó tigris, tényleg Attila, ezt akartam tőled kérdezni, ennek változott a címe ennek a dalnak. Mire? Sunbathing Tiger volt. Basking Tiger. Most már igen? De azon a lemezen, amit most pont aláírtál a koncert előtt, azon még más címe van. Nem mond, mi volt? Bizony, hát Sunbathing. Ja, szerintem a napozót fordíthatták máshogy. Még magyarul is nehéz kimondani. Napozó, pihenő, úgyhogy az lehet az oka. Ez egyébként az a címe, hogy Basking Tiger, és volt egy alkalom, ezt mi a Lapon Bélával, Olá Kármánnal sokat játszottuk egy időben, ez a 80-as években volt, és valahol Balatonon nyaraltunk zenekarral, egy két napot eltöltöttünk valahol, és reggel mentem le a strandra, párra dobott fürdőköpe, egy labda, és azt mondja, a lakatos Tóni úrdott, azt mondja, Basking Tiger. Na most egy kicsit más vonatkozást is mondanék ehhez. Akkor én még Attilát egyáltalán nem ismertem, csak így felvételekről. Ez, hát nem is tudom, 30? Közel 30 éve volt. Az esküvői szertartásra válogattam zenéket, és ezt a lemezt, amin ez a dal rajta volt, ez a Just Relax című lemez, mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki relaxálni szeretne. Ezen rajta volt ez a dal, és nagyon-nagyon szerettem a többivel együtt különben. Úgyhogy sikerült ezt a műsorra tűzni mára. Hát akkor szeretettel köszöntöm a thank you.
Meg kell, hogy mondjam, egy ilyen dalt így élőbe hallani, nekem is borzasztó nagy élmény, pedig most már nem először hallottam, mert egyszer csak elpróbáltuk, igaz? Viszont egy szomorú hírem van, sajnos a koncertnek mindjárt vége. Az utolsó dalunk következik, ami szintén az új lemezről való, a címe Watercolor. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megjelentek és meghallgattak minket, remélem, hogy jól érezték magukat. Megtalálnak minket az interneten, van honlapunk is, egyébként éppen új honlapunk készül, úgyhogy a jövőben még a cím is változni fog.
illetve Facebook profilunkon is, akár videófelvételeket is lehet találni rólunk, hangfelvételeket a Deezerről, iTunesról, egyéb helyekről be lehet minket szerezni. És például a Bartók Rádióban legközelebb december 21-én este a jazz műsorban az egész lemezt be fogják mutatni, úgyhogy aki szeret éjszaka rádiót hallgatni, az jó fog járni, mert hall minket. És még egyszer is külön köszönöm László Attilának, hogy gyakorlatilag hezitálás nélkül elfogadta a meghívásunkat, és még most is borfozik a hátam, úgyhogy hallgattam a zenét, annyira gyönyörű volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt az élményt, amit nyújtott nekünk. És akkor következik az utolsó dalunk, Watercolor. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Dorogi Ákos, billentyűs hangszerek. Mihalovics Dávid, húros hangszerek, basszusgitár. Kátai Tamás, dobok. László Attila, a vendégünk és kiváló gitáros, zeneszerző, és jó magam, Szili Róbert. A Balanceville Groupot hallották, látták, reméljük még fogják is, szervezők előnyben, és a jövő év folyamán tervezzük, hogy azért még fogunk új számokat is írni, úgyhogy remélhetőleg új darabokkal is a következő évben tudjuk a füleket tisztogatni. Nagyon szépen köszönjük további éjszakát, és betegség és vírusmentes éveket, hónapokat, évtizedeket, évszázadokat kívánok.